A Buli negyed szívében összegyűlt maroknyi civil ma mind a beruházónak akart üzenni. Akár a polgári engedetlenségig, vagy pedig az élőláncig is, amíg szükséges, el tudunk menni azért, hogy megvédjük a helyet. Ezt az épületet szeretnék megvédeni, amely volt már Kupleráj, teozófiai központ, sőt a magyar kártyát is itt találták fel. Ez volt Schneider József kártyafestő műhelye, és a magyar kártyát itt készítettek. És ez volt a 9-szeres kenuvilágbajnok Fichmann Tamás kocsmája is, melyet az olimpiai ezüstérmes 2 évvel a halála előtt adott el. A legendás kocsma azóta megszűnt, és maga a ház is eltűnhet. A Falanszter blog adott először hírt arról, hogy tulajdonos a bontási engedélyt kért rá, a helyére pedig szálloda épülhet. Információik szerint a szomszédos házakat és a játszótér területét is érinteni az építkezés. A városvédők szerint ezzel pótolhatatlan veszteség érni a belvárost. Ez világörökség. Azt kellene valahogy kitalálni, hogy Budapestnek, a kerületnek valakinek legyen beleszólása abba, hogy mi az, ami megőrzendő. Csak hogy a kerületeknek nincs beleszólása. Ezt már a kerület DK-s polgármestere mondta, aki szerint ilyen ügyekben a kormányhivatalok dönthetnek. A DK országgyűlési képviselőink keresztül megpróbáljuk törvényjavaslatot előkészíteni, hogy kerüljenek vissza ezek a jogosítványok az önkormányzathoz, az örökségvédelmi hivatal is végezhesse a munkáját. Azért sem léphetnek, mert a terület magántulajdonban van. A tulajdonos a Momentum helyi alelnöke szerint a Fideszhez közeli üzletemberekhez is köthető. Azt látjuk, hogy Magyarországon a piac úgy működik, hogy akkor tudsz egy ilyen jelentésű, ilyen fontos épületet megvásárolni, ha van kapcsolatod, mert akkor van pénzed, és akkor lesz engedélyed is arra, hogy egy ilyet beruház, és ledózerolj egy ilyen értékes épületet. Kerestük a tulajdonost és Budapest főváros kormányhivatalát is, hogy megtudjuk, mi épül a helyszínen. Ma nem kaptunk választ, ám a kormányhivatal a HVG-nek korábban azt írta, a Vihma ház helyére építési engedélyt adtak ki egy 11 férőhelyes szálláshely rendeltetésű épületre. A szomszédos épületekre egyelőre a hivatalnál nincs sem lezárult, sem folyamatban levő eljárás.